Veliko Prelo, azaz Nagy Prelo. A hagyomány szerint minden évben Baján rendezik a környék legnagyobb Bunyevác báját, ahol most is, mint mindig, a kólóé volt a főszerep. Hát ha lefordítjuk magyarra, az annyit jelent, hogy Nagy Prelo. Ennek is hagyománya van, hogy miért Nagy Prelo, és miért van a keselek is Prelók. Ugyanis már régi hagyomány, hogy Baja városa adja az úgynevezett Nagy Prelót, amikor Baja környékéről, szinte minden településen, ahol bunyavácok élnek, eljönnek erre a Nagy Prelóra, és itt veszünk részt közösen ezen a bálos mulatságon. Mi azt valljuk, hogy bunyavácok azok a horvátok nagy négy csoportjához tartoznak. Horvátországot, Boszniát tartjuk anyaországunknak, hiszen ezekről a Balkán különböző területeiről jöttek ide az őseink jó több mint 300 évvel ezelőtt, egyrészt menekülve a törökök előtt, másrészt más okok miatt. Annyit tudunk még, hogy a ferences rendi szerzetesek vezettek bennünket, őseinket ezekre a területekre, és amikor itt letelepedtek Baja és környékén, akkor földművelő népeké váltok, tehát gyakorlatilag jobbágyként dolgoztak azokban az időkben. Sajnos a gyerekek legnagyobb része otthonról már nem hozza a nyelvtudást, ahogyan például én otthon tanultam meg ugye a szüleimtől, nagypapámtól, nagymamámtól az anyanyelvemet, aztán persze, hogy ezt ápoltam a továbbiakban is, sajnos nem ezt tapasztaljuk. Tehát inkább az óvodákra, iskolákra van hagyatkozva a nyelvoktatás, de azért azt el kell, hogy mondjam, hogy például a Szent Istváni Általános Iskolában, és csak most a saját iskolámról beszélek, a Templom utcai óvodában például az egész óvoda tanulja a horvát nyelvet, és ugyanakkor tiszta osztályok indulnak horvát nyelvoktatás címén, tehát a szülők nagyon szívesen vállalják ezt a nyelvet, nyilván egy nyugati nyelv mellett angol vagy németet is választhatnak. A bajai Nagy Prelón a horvát nyelvet tanuló gyerekek is felléptek, népviseletbe öltözve táncoltak, énekeltek, ezzel is tanulva, őrizve népük hagyományait. Hát azt kell mondanom, hogy a horvát kisebbségi önkormányzat, vagy nemzetiségi önkormányzat most már ugye a főszervezője az alvégi Csitaonicával együtt szerveztük meg az idei Prelót. Rangos vendégeink voltak, már olyan értelemben, hogy a Labin testvérvárosból érkezett egy küldöttség, akikkel szombaton délelőtt az ottani általános iskolával aláírtunk egy együttműködési megállapodást, amit reményeink szerint nagyon sok segítséget ad majd éppen a horvát nyelvoktatás kapcsán. Tehát ők jöttek el, itt voltak a horvát diplomácia, a legmagasabb szinten részt vett a Prelón, tehát az új nagykövet úr itt volt, és itt volt természetesen a pécsi főkonzulasszony, és az ő kíséretük, és természetesen a városvezető is ott voltak. A műsorban pedig az említett gyerekeken kívül két zenekar is játszott, az egyik a helyi Csabar együttes, ők minden Prelón részt vesznek szinte, a másik pedig a szabadkai H.J.O. tamburál zenekar, illetve kulturális műsort adott a helyi Zlatna Grána kultúrcsoport is, akik egy ideillő farsanghoz kötődő hagyományt elevenítettek fel. Tehát ez volt maga a műsor, és gyakorlatilag reggel 5-ig bírtuk a táncot meg az énekeket. Tovább folytatódik ez a báli szezon, ameddig ugye keretek engedik, különböző környező falvakban sorra, ugye miután már előzőleg megbeszélték, hogy ki mikor tartja Bátyától, Dusnokig, Garától, Kagypárig, mindenütt lesznek Hercegszántón, ugye Marindán, mindenütt lesznek ezek a rendezvények, és hát külön szeretném kiemelni, mert hát igen nagy népszerűségnek önved, és nagyon sok látogatója van a Szent Istváni Prelónak, amit hagyományosan a Szent Istváni Kultúrpalotában tartjuk, amit tón a csónakunkban. Ezt egy picikét ironikusan mondom, mert a körülmények nem a legideálisabbak, de hát azért majd nyilván az lesz a lényeg, hogy jól érezzük magunkat, ahol szintén föllépnek a tanulóink, a Csabár együttes, és a hagyományokhoz éven a Bácska Brégi zenekar fogja majd húzni a talpalával ott. Itt különbség van a két Preló között. A mi Prelónk, a mi ilyen parcsangi bálunk, hogy az inkább táncáz jellegű, ahova igen sok fiatal jön el, és annak különösen örülünk, hogy az alvégi Sugovica körb tagjai, ahol a másfél éves unokámtól
a 60-70 éves emberekig járnak táncolni oda, és tanulják ezt a zenét, vagy szokják ezt a zenét és a táncot. Tehát ők, ha már eljönnek, akkor a csarnok félig tele van, és adják a hangulatot. Aki tehát mediterrán délvidéki hangulatra vágyik ezeken a hideg téli napokon, az bátran látogasson el február 16-án a Szent Istváni Általános Iskola tornacsarnokába, ahol a garantáltan jó zene mellett a délszláv táncokkal is megismerkedhetnek az érdeklődők. A rendezvényre a jegyek már kaphatók.